Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a szép vasárnapi délutánon. Ez a mai nap volt olyan, hogy volt benne eső, volt benne jégeső, szél, napsütés, szóval olyan igazi áprilisi bolondos május végénk van. Tehát sok szeretettel köszöntök mindenkit. A gyermeknapi fizika az éppen ma lenne 15. alkalommal, abban az esetben, ha tavaly a járvány el nem vitte volna. Igazából nem jutott eszembe, hogy ilyen online módon is meg lehetne tartani. Tehát az egész 2007-ben indult. 2007-ben a Budapesti Műszaki Egyetem Fizikai Intézetének dolgozóinak, gyerekeinek, unokáinak tartottam először ezt az előadást, és aztán ez úgy szép lassan bővült, úgyhogy tulajdonképpen ma már mindenkit sok szeretettel várunk. Annyit kell tudni, hogy a Budapesti Műszaki Egyetemnek van egy gyerekegyetem nevű vállalkozása is. A gyerekegyetemnek a nézőit, hallgatóit is sok szeretettel köszöntöm, és az előadás során ugye őnekik majd egy szót kell észrevenni, erre majd még később visszatérünk. No, hát akkor kezdjünk bele a kísérletekbe. A kísérletek olyanok lesznek, amelynek egy részéről azt lehet mondani, hogy meg lehet próbálni otthon is, de lesz egy pár olyan dolog, amire azt mondom, hogy otthon mindenképpen jó lenne, hogyha nem próbálnák ki, még talán felnőtt segítségével sem. Az asztalon két gyerekjáték van. Ugye a játéknak az a neve, hogy Kejfej Jancsi. A Kejfej Jancsi egy fizikai jelenségen alapszik. A fizikai jelenség az, hogy ha Kejfej Jancsit az ember föllöki, akkor valamilyen fizikai jelenség mentén azt mondhatjuk, hogy ez fogja magát és visszáll abba az állapotba, honnan kivillantettük. Nézzük csak meg, itt van ez a Kejfej Jancsi, én meglököm, és úgy látszik, ez nem tudja, amit kéne tudni. Nézzük meg ezt a másikat, ez a másik, ez pedig tudja pontosan azt, amit elvárunk tőle. Egy fizikai elv mentén végez mozgásokat. Hogy ez a másik, ez pontosan miért is nem teszi, nagyon egyszerű magyarázata van. A Kejfej Jancsi az alapján működik, hogy a Kejfej Jancsinak az a alsó gömbrészének az legaljába beteszünk egy jó nehéz súlyt. Így itt van ez a jó nehéz súly, ez innen alulról hiányzik. Abban az esetben, hogyha az ember ezt a Kejfej Jancsit elmozdítja, akkor nézzük meg, hogy ez a súly, ami itt az alján van, ez elkezd emelkedni, és amikor elengedjük, akkor mint a természet törvényei szerint tudjuk, minden igyekszik a legalacsonyabb helyre kerülni, és ennek eredményeként fogja magát, beáll függőlegesbe. Igen ám, de ez alatt mozgáshoz jutott, és ez a mozgás átbillenti ezt a testet, és egy jó darabig még billeg, és hogyha jól meghallgatjuk, akkor valamilyen hangot is ad, ezt a hangot viszont úgy adja, hogy itt van ez az eszköz, ebbe a nehéz vastömbbe, ide a környezetébe különböző hosszúságú réz, tehát a rugóanyagot raktak bele, és ezek között itt található ez a golyó. Amikor ez a golyó valamelyik rugónak neki megy, akkor ad egy hangot. Itt most azért nem ad hangot, mert nincs, ami kisugározza, tehát rezgését nem tudja kisugározni semmi. Tehát azt hiszem, mindenki látja, hogy egy ilyen Kejfej Jancsi így működik. Ennek a Kejfej Jancsinak számomra az a története, hogy amikor a kisfiam egészen kicsi volt, egy ilyesmi volt neki, és mindig oda vágta a földhöz. És én ember, haragos emberként mondtam neki, hogy kisfiam, ne csináld, mert soha többet nem fog jól viselkedni. És aztán egyszer észrevettem, hogy itt a széle megrepett, és akkor aznap este kivettem a belsejét, és úgy raktam vissza. Másnap volt belőle zokogás, de hát az a helyzet, hogy mindenki így tanul fizikát, úgy tanul fizikát, ahogy akar. A következő kísérlet ugyanebben a témakörrel fog foglalkozni. Egy olyan föladvány, ami hát elsőre sokaknak lehetetlennek tűnik, de aki a fizikát tudja, az rögtön rá fogja vágni, hogy nagyon egyszerű a megoldás. Itt van egy szög, és ennek a szögnek a fejére ezeket a szögeket kéne fölrakni. Összesen 6 darab szöget tettem ide az asztalra, és ezeket a szögeket kell úgy fölrakni ide, hogy semmiféle segédanyagot nem lehet használni a fejünkben levő tudáson kívül. Ugye
Hát általában azt szokták az emberek mondani, hogy megkeresi ennek a szögnek a tömegközéppontját, ez valahol itt van, és akkor az ember szépen fogja egyet ide fölrak, és előbb-utóbb ez a szög itt valahogy, ha ügyesek vagyunk, akkor megáll. Na, egyel már kész vagyunk, de a következőnek a fölrakása, hát ugye az még sokkal macerásabb, tehát azt valahogy így kéne fölrakni. Az az igazság, hogy csak az időnket húznánk és csörömpölnénk vele. Valójában a jó megoldás az, hogy használni kell két dolgot, a mi fejünket és a szögnek a fejét. Nézzük meg, hogy hogyan. Lerakok egy szöget ide az asztalra, és utána két szöget, pedig rá merőlegesen, maradt még egy pár szögünk, és gyakorlatilag egy ilyen H betű formálunk ebből a részből, és az utolsó önmagában maradt szöget pedig így szépen rátesszük. Ha ez megvan, akkor a két szög, tehát ennek a kettő H betűnek a rövidebb oldalának a szögét szépen fogja az ember, egymáshoz közelebb teszi, és azt mondjuk, hogy ezt szépen ide rátesszük a tetejére, és hogyha megnézi valaki, akkor nagyon is érthető az, hogy ez a megoldás miért lesz ilyen. Ha megnézzük, akkor azt lehet látni, hogy ezek a szögek alakzatot formálnak, és ez az alakzat, mondhatnánk, hogy egy kicsit egy ilyen sátortetőre hasonlító alakzat. Ez a sátortetőre hasonlító alakzat, ez tulajdonképpen, ha megnézzük, az eredő tömegközéppontja, hát kell ilyen dolgot mondani, a kisebbek majd később találkoznak vele, a nagyobbak meg már értik. Ez az eredő tömegközéppont itteni alátámasztáspontnál lejjebb van, és ezt a fizikában úgy hívják ezt a helyzetet, hogy stabilis helyzet, és ez a stabilis helyzet, ez tulajdonképpen ez fogja megoldani a problémánkat. Mert hogy ebből egy pici lögdöséssel is azt hiszem jól lehet látni, hogy az előbbi két játékhoz közül a jóhoznak a működése ez nagyon hasonlít. Ez is, hogyha meglökjük, egy kicsit imbolyog, és aztán a lengések lecsillapítása után pedig mondhatjuk, hogy nyugalomba kerül. Tehát akkor megoldottuk a feladatot. Természetesen, ha valakinek vannak szögei, nem feltétlenül ilyen ekkora nagy szög, csak ugye amikor ebben a nagy előadóban nagyon sokan vannak, akkor a távolabb ülőknek is jól kell látni. Ha fokozni akarjuk a hangulatot, akkor azt kell mondani, hogy hát csendjünk el egy darabot ebből, és hogyha elcsendünk, meg lehet-e oldani ezt a problémát anélkül, hogy még egyet valahonnan kéne keríteni, még egy szöget. És hát azt mondom, hogy bizonyos szimmetria dolgoknak a leküzdésével, tehát hogy megegyezzünk abban, hogy nem lesz annyira szimmetrikus az elrendezés, szerintem jól lehet látni, hogy a H betűnek a szárát, a két szárából az egyiket betettem középre, a másikat megtartom így, és itt is meg lehet mutatni, hogy ismét föltehető ez a rész a szögnek a fejére, és itt is szem jól látszik, hogy stabilan itt van, a lengései mutatják, hogy valamifele stabilitása van. Ha ez még nem lenne elég, akkor jön az, hogy elcsenünk még egy szöget, és a még egy szög elcsenése után nagyjából nehéznek tűnik a dolog, sokkal nehezebbnek tűnik a dolog. Nézzük meg, hogy mit lehet tenni. Fogja az ember, az egyiket szöget ide teszi, a másik szöget ide teszi. Emlékeztetőül ugye volt egy itt az elején. Hát így megpróbálhatjuk föltenni. Csak avval fogunk szembesülni, hogy a két szög ezt a két vízszintesen álló szöget egyszerűen el fogja fordítani, és ez az elfordulás avval fog járni, hogy a szögek feje már nem tud összeakadni. Tehát a szögek feje már nem tud összeakadni, és ennek eredményeként hát ez a megoldás úgy tűnik, hogy nem működik. Azt kell mondjam, hogy működik, csak még egyszer kell használni a fejünket, illetve a szögnek a fejét. Nézzük csak meg, hogy mit is kell csinálni. Ugye ahhoz, hogy ez a két szög ne tudja elfordítani ezt a vízszintesen álló szögeket egymáshoz képest, ehhez nekünk azt kell csinálni, hogy itt is összeakasztjuk a szögeknek a fejét,
ezen a részen, és hogyha ez megvan, akkor nekünk már csak annyit kell tenni, hogy ennek a szögnek a fejére fölhelyezzük, és megoldottuk 6, 5 és 4 szög segítségével a problémát, tehát egy szögnek a fejére föltettünk 4, 5, 6 darab szöget, ugye legegyszerűbb volt a 6-os megoldás, ez meg a legfurfangosabbnak mondható megoldás. Na jó, hát akkor azt hiszem megvan ez is. Ezek az eszközök is a bemutatott eszközökhez kerülhetnek. És akkor egy szöget azért még megtartok. A következőkben pedig egy olyan kísérletet fogok megmutatni, ami a tehetetlenség törvényével foglalkozik. A tehetetlenség törvényéről annyit kell tudni, Newton azt mondta, minden test megtartja nyugalmi helyzetét, vagy egyenes vonalú egyenletes mozgását, míg a ráható erők eredője éppen nulla lesz. Hát akkor ezt úgy fogjuk szemléltetni, hogy itt vannak nekünk fém korongjaink, vagy fa korongjaink, 2, 3, 4 darab korong, és erre a korongra én föl fogok helyezni egy pezsgős üveget, ígyni. Amikor ez megvan, akkor ebben a tehát az lesz a feladat, hogy ezt a pezsgős üveget tegyük le az asztalra úgy, hogy nem nyúlunk hozzá. Ez az elvárt feladat, és szerintem nagyon jól lehet látni, hogy az ember ezzel a szöggel fogja magát, és így, ha akarja, akkor jobbra-balra tudja együtt tologatni ezt a 4 darab fahasábot, vagy fakorongot ezzel az üveggel. Abban az esetben, hogyha mi szeretnénk, hogy az üvegünk lekerüljön az asztalra, valahogy el kéne tüntetni ezeket a fakorongokat. Hát az eltüntetése nem bonyolult, csak egy jól meghatározott mozdulattal ki kell ütni alóla ezt a korongot. Látjuk azt, hogy a korongot nagyon nagy sebességgel, nagy erővel ütöttem meg, ezért a legalsó korongunk nagy gyorsulással fog kimenni, és a két korong közötti kölcsönhatás annyira rövid idejű, hogy a fölötte levő korongok és az üveg nem fog tudni megindulni. Meg lehet ismételni ezt még egyszer, azt hiszem nagyon szépen látszik, meg még egyszer. Otthon, ha ezt megcsináltok, ne felejtjetek el számolni, mert egyel többet üttök, akkor repül az üveg is. Azt hiszem, hogy a testek tehetetlenségére, a Newton törvény, első törvénynek az igazolására ez nagyon, nagyon zseniális kísérlet. Ugye itt az történt, hogy gyorsítottunk egy testet, és a test olyan gyorsan felgyorsult, hogy a fölötte levő testet a surlódás révén nem tudta mozgásba hozni. Most ki fogjuk fordítani a kesztyűt, visszafelé fogjuk megcsinálni a kísérletet. Ez az eszköz, amelyet nem régen pár évvel ezelőtt csináltam, egy úgynevezett diótörő. Itt van hozzá dió is. Azt hiszem, hogyha valaki megnézi, hogy hogy kell ebben a dióval diót törni, akkor nagyon egyszerű dolgunk van. Itt van egy kis fészek, egy ilyen kis üregecske, ahol beletesszük a diót, és akkor ahhoz, hogy a diót összetörjük, ahhoz semmi más nem kell tenni, csak rá kell tenni erre a dióra ezt az acélgolyót. Ez egy jó nehéz acélgolyó, az a lényege a dolgoknak, hogyha azt szeretnénk, hogy össze is törjön, akkor nem csak rá kell tenni, hanem rá kell ejteni. És az sem mindegy, hogy milyen magasból, mert hogyha csak ilyen alacsonyról dobálom, akkor nem törik meg, de ha magasabbról teszem, akkor ez a dió meg fog törni. Azt hiszem, nagyon szépen látszik. Ugye innen elindítjuk az acélgolyót. Innen elindítjuk az acélgolyót. Ebből a magasságból. Ugye a kísérletek a fizikában nagyon fontos, hogy megismételhetőek legyenek, tehát megismételjük a kísérletet még egyszer. Tehát innen fogom elindítani, innen idáig zuhan, nagy sebességre tesz szert, és ott hirtelen a dió meg akarja állítani, és a dió megállítását, hát végül is csak azon az áron tudja megállítani, hogy nagyon nagy erő fog a dióra hatni, és ez a nagyon nagy erő, ez gyakorlatilag a diónkat össze is fogja törni. Ugye ez egy olyan diótörő a kalapácsok helyett, amely egész biztosan úgy töri meg az ember számára a diót, hogy az ujjára nem fog rácsapni. Azt hiszem, hogy nagyon szépen látszik, könnyedén meg lehet vele törni a diót, úgyhogy
Én úgy hívom ezt a diótörőt, hogy az M-szer-G-szer-H diótörője. Azt hiszem, hogy aki fizika órán járt, tehát mondtam én hetediket már elvégezte, az pontosan érti, hogy itt pont miről is szól ez a kísérlet. Tehát akkor azt lehet mondani, hogy a Newton törvényeken egy picit már most túl is vagyunk. A következőben szeretnék egy olyan kísérletet megmutatni, aminek nagyon örülök, éppen meséltem a fiamnak, akinek nagy köszönettel tartozom, hiszen ő áll a kamerák mögött, hogy amikor én gyerek voltam, akkor ezt a kísérletet szinte bármelyik lakásban el lehetett volna végezni, hiszen akkor még a gázcsöveken volt egy, vagy a gázhálózaton, szinte minden lakásban volt egy olyan hely, ahol úgy lehetett gázt vételezni, ahogy én, itt nekem ez ki van építve a szertárba. Ugye itt van egy ilyen cső, és ennek a csőnek a segítségével tudunk majd gázt vételezni. Na, az a lényege, hogy amikor annak idején a háztartásokban volt, akkor ezen a csőnek a segítségével lehetett hozzácsatlakozni a vasalóhoz, és a vasalónak a melegítése akkoriban még gázzal történt. No, ez a gáz, ami most ezen a csövön jön, szeretném megmutatni, hogy lényegesen kisebb sűrűségű, mint a körülöttünk levő levegő. Hogy ezt hogy lehet bemutatni? Hát nagyon egyszerű dolgunk van. Itt van egy nejlonzacskó. Ez a nejlonzacskó, hogyha elengedem, akkor ez így elkezd zuhanni lefelé. Természetesen azért, mert a sűrűsége, az átlag sűrűsége nagyobb, mint a levegőjé. Na most, ezt a nejlonzacskót, ezt most én kiszorítom belőle, amennyire lehet az összes levegőt, bedugjuk ide a nejlonzacskónak a belsejébe a gázcsövet, kinyitom a gázt, és megtöltjük ezt az edényt gázzal. Szép lassan, de biztosan tellik a... Aha, kicsit mellé ment. Szép lassan, de biztosan tellik a gázzal a léggömbünk. Hát illetve pontosabban majd léghajó lesz. Ez a szemetes zsák. Egy vékony nejlomból levő szemetes zsák. Szép lassan nem kapkodunk. Egyre nagyobb és nagyobb a térfogata, amint látjátok, meg halljátok, kifeszül, elzárom a gázt, és tulajdonképpen csak annyit kell tenni, hogy elengedem, és az elengedés pillanatában ez a gáz, ez fölemeli ezt a szemetes zsákot, ez tulajdonképpen nem más, mint egy speciális léghajó, egész fölmegy a mennyezetig, és valamikor az óra végén, ugye azért nincs ez úgy megkötve, előbb-utóbb kifog belőle szökni ez a városi gáz, és akkor az átlag sűrűsége nagyobb lesz, és aztán jön vissza. No, akkor a következő kísérlet főszereplője az egy likopódium nevű anyag lesz. Ez a likopódium nevű anyag a kapcsos útifűnek a spórája. Ugye nagyon helytelenül virágpornak mondtam egy időben, de aztán rájöttem, illetve egész pontosan egy ismerősöm felvilágosított, hogy Karcsi, rosszul mondod, ez a por, ez nem virágpor, hanem egy spóra. Mégpedig a kapcsos útifűnek a spórája, amit likopódiumnak hívunk. A növényeknek a termésében nagyon sok esetben vannak szaharózók, tehát cukrok, meg édességek, meg mindenféle egyéb ilyen anyagok, és ezek legtöbb esetben meg is gyújthatók. Hát megpróbálom megmutatni, hogy hogyan lehet meggyújtani. A gyufát meggyújtottam, és ide teszem a kis égető tányérba, és szerintem nagyon szépen lehet látni, hogy a likopódium ilyen lassan ég. Próbáljuk meg tanulmányozni az égését. A likopódiumot, mikor beleszórtam ebbe a tányérkába, akkor ugye a likopódium egy rétegben helyezkedik el, és az oxigénnel, ami az égéshez elengedhetetlenül szükséges, csak a legfelső réteg találkozik. És ahogyan egy réteg elég, ugye egy alatta levő réteg lesz az, amelyik átveszi az égést, és gyakorlatilag ennek eredményeként az égés egy nagyon lassú folyamat. Ha szeretnénk, hogy ez a lassú folyamat ez egy kicsit felgyorsuljon,
akkor tulajdonképpen az égésről tanul dolgainkat kell egy kicsit, hogy is mondjam, komolyan venni, és ennek megfelelően befolyásolni az égést. Ugye az égéshez mi kell? Hát kell hozzá éghető anyag, kell hozzá oxigén, kell hozzá ez a kettő találkozzon, és kell valami indító folyamat, ami az egész folyamatot elindítja. Nézzük meg magát a kísérletet. Ezt a likopódiumot, amit már az elébb is használtam, ide beleteszem ebbe a tölcsérbe. Lássuk meg, hogy a tölcsér egy ilyen csövön keresztül folytatódik, úgyhogy én beleteszem ezt a likopódium mennyiséget, ígyni. Ezek után meggyújtom a gyufát. Hoppá, ez nem sikerült elsőre, na majd másodikra. Így is van. Meggyújtom a gyufát, és azt hiszem, hogy nagyon szépen lehetett látni, hogy egy nagyon rövid idő alatt ellobbant az összes likopódium, amit kisikerült fújni, ugye az a likopódium teljes egészében egy pillanat alatt elégett. Nézzük a magyarázatát a kísérletnek, utána egy kicsit később azt is meg fogom mutatni, hogy még egyszer a kísérletet. A lényege tehát a következő. Vegyünk egy likopódium szemcsét, és azt égessük el. Az akkor keletkező hő alkalmas arra, hogy másik két likopódium szemcsét meggyújtson. Az a másik két likopódium szemcse, ha meg fogja tudni gyújtani a közelében levő szemcséket, akkor már négyen lesznek. Ugye a négy megint meggyújt kettőt, akkor nyolc, és egy ilyen haladvány szerinti növekedés lehet megfigyelni. Aha, jön lefelé a léghajónk, tehát egy ilyen haladványszerű növekedés lehet megfigyelni. Úgy hívják ezt a jelenséget, hogy kémiai láncreakció. A láncreakciót azt természetesen nem csak kémiából ismerjük, de ahhoz a láncreakcióhoz semmi köze ennek a jelenségnek, csak analógia a kettő. Nézzük meg azt, tehát még egyszer, megtöltöm likopódiummal ezt a tölcsért, jóval többet teszek bele, mint oda abba az égető tégelybe tettem, és mégis látjuk, hogy mennyivel gyorsabb idő alatt fog ellobbanni ez az anyag. Tehát akkor itt van a gyufánk. És azt hiszem nagyon szépen látszott, hogy ahogy kifújtam ezt a port, a por találkozott a gyufával, minden porszemcsét levegő részecskék vettek körül, annak köszönhetően, hogy én belefújtam, és ennek eredményeként alakult ki a kémiai láncreakció. Érdemes megnézni, hogy ha majd esetleg valaki visszanézi ezt a képet, és egy kockánként megnézi, akkor azt is fogjuk látni, hogy ahogy ez megy fölfelé, hihetetlen nagy lesz, sokkal nagyobb lesz az átmérője, mint ennek a tölcsérnek az átmérője. Ennek nagyon egyszerű magyarázata van. Ennek az a magyarázata, hogy a levegő az égéstől megmelegszik, és kitágul. Tehát tulajdonképpen ebben a kísérletben nem másról, mint a hőtágulásról is láttunk egy megfigyelhető jelenséget. A következő kísérlet a tűztornádó lesz. A tűztornádó ez egy nagyon érdekes eszköz, maga az eszköz. Ahhoz, hogy kis helyen be lehessen mutatni egy természetben megfigyelhető jelenséget, hát tulajdonképpen ahhoz egy ilyen speciális eszközt készítünk. Itt van egy edény, amelybe petróleumot tettem, és a petróleumot egy ilyen porózus papírral szivattam föl, és hát hogyha ezt meggyújtja az ember, akkor azt lehet látni, hogy az éghető folyadék rövid időn belül viszonylag nagy tüzet fog produkálni. Ennek a tűznek nézzük meg, körülbelül egy arasz a magassága, és ha azt szeretnénk, hogy ebből egy kicsit nagyobb tűz legyen, akkor tulajdonképpen jön az a kísérleti eszköz, ami egy ilyen acélháló, ezt ide szépen köré teszem, így, megforgatom, és tessék megnézni, mi történik ennek hatására. Valami elképesztő méretű tűzoszlop alakul ki. Ha megállítom ezt,
akkor ez az elképesztő méretű tűzoszlop összezsugorodik körülbelül akkor az egy araszos részre. Ha másik irányba forgatom, meg ugyanaz alakul ki. Maga ez a tűzoszlop valami elképesztő intenzitású lesz, és amint látjuk, jól látható a csavarodása is. Hát tulajdonképpen, ha valaki megkérdezi a tűztornádónak a magyarázata, az mégis hogyan történik, nagyon egyszerű dolog van. Amikor megforgatjuk ezt a részt, akkor ott az a belső részben forgásba jönnek a gázok, és a különböző sűrűségű gázok szeparálódnak. Ez azt jelenti, hogy azok a gázok, amelyeknek a sűrűsége kicsi, azok maradnak középen, és a nagyobb sűrűségek pedig kerülnek ki a szélére. Na, ennek eredményeként a nagy hőmérsékletű égéstermék az egészen más úton fog távozni, mint ahonnan oldalról érkeznek azok a nagyobb sűrűségű, még hideg levegő részecskék. Tehát tulajdonképpen azt segíti ez a kísérleti eszköz, hogy a különböző sűrűségű gázok, az égéshez szükséges friss oxigéndús levegő és az égés során már oxigén nem tartalmazó, vagy csak nagyon keveset tartalmazó gáz külön úton fognak érkezni. Oldalra jön a friss levegő, és függőlegesen távozik az elégett levegő. Mivel tűzforró az eszköz, ezért, hogyha most ezt leveszem, akkor ehhez biztosan egy kesztyűre van szükségem. Nem maradt más hátra, mint eloltani a tüzet. A tüzet pedig úgy oltjuk el, ahogy az elébb mondtam, mi kell az égéshez. Éghető anyag, levegő, és hát a levegőt azt így ebben a módszerrel tudjuk a legegyszerűbben elvenni ebből a közegből. Természetesen mindenkit óvok attól, hogy egy olajjal teli, meggyújtott részbe így beleöntsön vizet, hiszen az öntés során a gáz, a víz nagyon gyorsan fölforr, gázhalmaz állapotúvá válik, és szétlöki a részt, és akkor a tüzet fog okozni, amekkorát el se tudunk képzelni. No, ezek után, ha most már a tüzeskedésben nagyon élen járunk, hiszen kezdetben volt egy majdnem éghető, majdnem meggyújtottunk egy éghető gázt, ugye ez a léghajónk volt, láttuk, hogy a likopódium hogyan ég el különböző körülmények között, láttuk a tűztornádót, most pedig nézzünk egy olyan kísérletet, ami, majd meglátjuk, ennek is valami van köze a hőhöz. Két léggömb van a kezemben. A két léggömböt szeretném egymásba rakni, és úgy, hogy a belülről lesz a fekete, és kívülről lesz az átlátszó színű léggömb. Most ezek után, hogy egybe van ez a két léggömb, tehát belül van a fekete, kívül a fehér, fújjuk föl legalábbis az egyiket. Így mi. Így. Most megkötöm a feketét, azért kötöm meg, hogy meg ne szökjön belőle a gáz, meg is történt, és most a fehéret, pontosabban az átlátszót, most már, ha ennyire fölfújjuk, akkor már nem fehéres, hanem átlátszó, akkor ezt az átlátszót én tovább fújom. És akkor azt látjuk, hogy van két léggömbünk, és a két léggömb, volt két léggömbünk, nem baj, az a helyzet, hogy én készültem, még mindig van kettő, és akkor azt fogjuk csinálni, hogy egymásba fűzzük a két léggömböt. Az az igazság, hogy ezeket a léggömböket több mint egy éve nem használtam, tehát lehetséges, egy kicsit megöregedtek. Jó, tehát akkor megvan a fekete léggömbünk. Na, gyorsan fölfújjuk a... Így, jó, megvan. Tehát most már csak annyi tennivalónk van, itt van ez a két léggömb, hogy a két léggömb közül a belsőt, azt valahogy ki kéne durrantani. Hát, hogy könnyedén megálljon, hiszen ide én beleteszem ebbe a részbe. Tehát az a feladatom, hogy van ez az átlátszó léggömb,
ennek az átlátszó léggömbnek a belsejében van egy fekete léggömb, és ezt a feketét ki kéne durrantani. Hát nagyon egyszerű dolgom van. Tudnom kell azt, hogy a fekete és az átlátszó között mi a különbség. A fekete és az átlátszó között az a lényegi különbség, hogy a fekete minden odaérkező fényt elnyel, az átlátszó meg gyakorlatilag alig akadály ennek a fénynek. Tehát akkor azt fogom mondani, hogy egy erős lámpával, ha rávilágítanék, akkor ennek a fénye, tehát ebben a külsővel, az átlátszóval a fény alig csinál valamit, viszont a belsőt jelentősen megmelegíti. Hát akkor, hogyha ez így van, akkor nekünk csak annyi dolgunk van, hogy vegyünk egy nagyon erős fényforrást, ez egy lézerfényforrás lesz, és ezzel a lézerfényforrással fogjuk megvilágítani ezt a léggömböt. Amikor ezt a léggömböt én megvilágítom, akkor azon a helyen, ahol megvilágítottam a léggömböt, igen nagy hőmérsékletű lesz a léggömb, rövid idő alatt, éppen ezért várható, hogy ki fog durrani. Nézzük a kísérletet. Azt hiszem, hogy ez igen gyorsan létrejött, tehát, hogy mindenki láthassa, ott van benne a kidurrant léggömb, itt íme, nagyon szépen látszik, és a magyarázat nagyon egyszerű dolog volt, hát a lézernyalábunk az nagyon kicsiny területen, igen nagy intenzitással világítja meg ezt a fekete léggömböt, és ez a fekete léggömb az összes fényt el fogja nyelni, a fényben levő energia meg fogja a léggömböt melegíteni, és így durran ki. No, hát akkor jön egy olyan kedvenc kísérlet, ami megint otthon megcsinálható, nem is nagyon kell hozzá semmi más, csak szívószál, fogó és olló. Így is van. Vegyünk egy szívószálat, itt van a szívószál, a szívószálnak megfogjuk az egyik végét fogóval, így jó erősen megszorítom, és elkezdem lassan húzni. Lassan húzom, és hogyha lassan húzom, akkor egyszer csak fogja magát, a szívószálunk elvékonyodik, és az elvékonyodás helyén ki tudunk alakítani egy úgynevezett nyelvsípot. Ígyni. Ez a nyelvsíp ugye úgy néz ki, hogy látjuk, hogy egy ilyen majdnem derékszögű, és itt a két nyelvecske talán most jól látszik is. Ígyni. Ha ez mind megvan, akkor csak annyit kell tenni, hogy így bekapom a szájamba, belefújok, és már kész is van egy szívószálból készített duda. Ez a szívószálból készített duda, ha különböző műveleteket elvégzünk vele, meg is változtathatja a hangját. Az egyik ilyen talán legviccesebb művelet, amit mutatok. Azt hiszem mindenki látta, hogy ahogy egyre rövidebbre és rövidebbre vágtam a szívószálat, egyre magasodott, egyre jobban és jobban magasodott a szívószálnak a hangja. Hát ugye, majd amikor fizikaórára jártok, akkor fogjátok tanulni, hogy mit jelent az, hogy van egy légoszlop, ugye ebben a csőben benne. Ez a légoszlop, ez hol megindul, hol megáll, és ennek eredményeként a szívószálban egy lengés hullám, egy lengés fog kialakulni, és ennek eredményeként egy úgynevezett álló hullám, de tulajdonképpen érdemes azt megnézni, hogy hogyan készül a szívószál. Csinálok a szívószálból a dudat, csinálok még egyet. Ugye itt van a rész, bejárattuk a szívószálnak a kis nyelvecskéit. Amikor közé fúj az ember, akkor egy pillantra becsukódik, hogy ezt meg lehessen könnyen érteni. Én hoztam egy ilyen bemutató eszközt, nézzétek meg, itt van ez a két darab papír, vagy fémlemez, ilyen alumínium lemezek ezek, és az a feladat, hogy ez a két fémlemezt közé fújva lebbentsük szét, tehát az egyik így, a másik pedig így, egy időben egyszerre térje neki. Ha közé fújok, akkor azt hiszem, nagyon jól látszik, hogy ez így rezegve, zizegve, megmutatom még egyszer. Ezek ahelyett, hogy szétlembennének, összesimulnak, és tulajdonképpen elkezdenek rezegni, hol kiebb nyitnak, hol beljebb csukódnak.
ugyanezt csinálja ez a szívószál duda is. No most, abban az esetben, hogyha nem csak egyszer akarjuk a szívószállal megmutatni, hogy a szívószál hossza hogyan befolyásolja a szívószálnak a hangját, akkor nagyon egyszerű dolgunk van, mert itt a közepére pontosan megkeresem a közepét, tehát ez körülbelül ide esik. Itt fogok és fúrok egy lyukat. Hát ez a fúrok egy lyukat az annyit tesz, hogy a zollóval itt egy ilyen V betű alakban készítek ide egy lyukacskát, ez itt nagyon szépen látszik, és akkor azt mondom, befogom a lyukat, amint látjátok, már két hangú a szívószál dudánk, és hogyha megfelelő helyekre kifaragjuk ezt a lyuksorozatot, akkor akár még egy oktávos kis szívószál duda sípunk is lehet, én közben csináltam még egy lyukat rá, és ez azt jelenti, hogy most már szívószálunk hangja i. Hát, hogyha tovább, na még egyet megcsinálok, azért, hogy lehessen látni, hogy ha jó helyre csináljuk ezeket a lyukakat, ilyenkor nem találomra kell válogatni, hanem ki kell számolni. Fizika könyvben megtalálható a képlet. Tehát tulajdonképpen elkészült a szívószál dudánk, nagyon olcsó, körülbelül 4 forintért lehet ma kapni egy szívószálat, és hát gyakorlatilag, ha valamikor ezt meg akarnátok otthon csinálni, csak éjjel 2 és 3 óra között, és a szomszédhoz nagyon közel eső részén a lakásnak, biztosan továbbadjátok azt a tudást, hogy a szívószálból hogyan lehet dudát készíteni. Amikor a szívószál dudának elkezdtem magyarázni a működését, ugye mutattam azt, hogyha két lap közé az ember befúj, akkor hogyan viselkedik a két lap. Van itt egy másik eszköz, hát ugye ezt közel nagyon jól lehet ismerni, ez a WC papír, és hát tulajdonképpen, ha én ebbe a WC papírnak a tetejébe ide belefújok egyet, akkor olyasmi fog történni, amire az ember nem biztos, hogy számít. Tehát én ide fújok így fölé. Azt lehet látni, hogy ez a papír ez megemelkedik. Talán ha egy picit rövidebb, akkor jobban emelkedik. Azt hiszem, ez szépen látszik. Természetesen, hogyha azt szeretnénk, hogy egy hosszabb lelógó papírt is meg tudjunk emelni, akkor hát az emberi tüdőhez már kevés. Viszont én készültem, és hoztam magammal a tüdőnél egy kicsit nagyobb sebességgel áramlani képes, egy nagyobb sebességű levegőt kibocsátani képes eszközt, egy hajszárítót, nézzétek meg, befújom, és amint látjátok, a hajszárítóval nagyon szépen föl lehet emelni a papírt. Megmutatom még egyszer, tehát bekapcsoljuk. Ugye az egy nagyon érdekes dolog, hogy itt áramlik a levegő, a nagyon gyorsan áramló levegőben lecsökken a levegő nyomása, itt a levegő nyugalomban van, itt megmarad a nyomás, és ez a nyomás különbség fogja fölemelni a papírt. Azt hiszem, ez szépen látszik, és hogy hát ne maradjunk, ne hagyjunk ki egy jó kis poént. Azt mondom, hogy én nekem van egy olyan fúvókám, ami még a hajszárítónál is többet tud. Ez az eszköz, ez egy lombsöprű, és akkor ezzel megnézzük, hogy milyen hosszan lehet a szívószállal, vagy szívószállal, tehát hogy a WC papírral milyen hosszan lehet ilyen kísérletet bemutatni. Én most ide beteszek egy ilyen, minek hívják ott, egy horkapálcát. Kipróbáljuk, hogy működik. Azt hiszem, nagyon szépen látszott az, hogy a papír az engedelmeskedvén a levegőnek, surlódás révén föl is gyorsult, és a surlódás révén föl is gyorsult papír pillanatokon belül engedelmeskedve a fizika törvényszerűségeinek fölemelkedett a magasba. Na most, az a helyzet, hogy szeretem az ilyen kísérleteket megismételni, tehát hoztam én még egy tekercspapírt,
Ígyni. Tehát akkor mindenki értse, hogy mi történik pontosan. Letekerünk ebből a papírból egy keveset. Ez a papírod egész mélyen le is lóghat. Ide fölé fújunk nagy sebességű levegőt. A nagy sebességgel fújt levegőben lecsökken a nyomás. Emez oldalon nincs nyomáscsökkenés, tehát ez föl fog emelkedni. És azt hiszem mindenki szépen láthatja azt, hogy a kísérletünkben két dolog volt, az egyik a Bernoulli törvény, az áramló közegekben nagyobb lesz, a nagy sebesség hatására lecsökken a nyomás, tehát a nyomás különbség működteti a kísérletet, illetve a nagy sebességgel áramló levegő magával ragadja a WC-papírt, ezért tudtuk lefújni egy pillanat alatt a WC-papírt a spulniról. Tulajdonképpen már majdnem, hát mivel kísérleteztünk? Kísérleteztünk Newton törvényével, nézegettük az egyensúlyt, kicsit tüzeskedtünk, most nézzünk egy hűvösebb kísérletet. A hűvös kísérletnek a főszereplője a cseppfolyós nitrogén lesz. A cseppfolyós nitrogén az egy ilyen tartályban tároljuk, nézzétek meg, a cseppfolyós nitrogénünk mínusz 196 Celsius fok hideg. Ez azt jelenti, hogy annyira hideg van ebben a tartályban, itt belül, mint ahol a Földön, természetes körülmények között sohasem jön létre ennyire hideg. Hogy mennyire hideg ez az anyag és hogy néz ki, azt azért tudjuk könnyedén megmutatni, mert van egy üvegedényünk, amely üvegedény jól átlátszó, és ha beleöntöm a cseppfolyós nitrogént, akkor a cseppfolyós nitrogén jól megfigyelhető lesz. Ígyni. A cseppfolyós nitrogénünk elképesztően forró anyaggal találkozott, egy szobahőmérsékletű anyaggal találkozott, több mint 200 fokkal forróbb anyaggal találkozott, ezért a kettő anyag között, a cseppfolyós nitrogén és a forró anyag között hőcserélődés történik, az egyik megmelegszik, a másik pedig lehűl. Egész pontosan a cseppfolyós nitrogén nem hűl le, hanem elkezd elforni. Szerintem nagyon szépen látszik, hogy a kezdetben szinte teljesen telelevő edény, most már éppen csak a, hát körülbelül a feléig, vagy addig sem ér. Azt viszont látjuk, hogy mostanra megcsillapodott a cseppfolyós nitrogénnek a forrása, hiszen a körülötte levő, a hozzá érintkező anyag, az most már csak nagyon békésen és csöndesen rotyog egy kicsit. Úgy is mondhatnánk, hogy forrásban van. A lényeg a dolgoknak az, hogy én mágikus kezem van. Képzeljétek el, hogy meg tudom állítani a kezemmel ennek a cseppfolyós nitrogénnek a forrását. Ide teszem az edényre, és nézzétek meg, abba maradt a forrás. Elveszem a kezemet, és ebben a pillanatban a cseppfolyós nitrogén ismét forrásba jön. Megnézhetjük még egyszer, a jobb kezem után a bal kezem is mutatja. Abba marad a forrás, elengedem, és a forrás azonnal elindul. Az a nagy helyzet, hogy természetesen nem a kezem a lényeg, hanem az, hogy amikor ez a forrás létrejön, akkor a cseppfolyós nitrogénből gázhalmazállapotú anyag keletkezik, és ez a gázhalmazállapotú anyag szabadon eláramolhat ebből az edényből. Abban az esetben, ha ide teszem a kezemet, befogom az edény te száját, akkor azt látjuk, hogy az edényből nem tud szabadon kiáramlani a cseppfolyós nitrogénből keletkező gáz. Elkezd növekedni a nyomás, és a nyomás növekedés hatására abba marad a forrás. Ha megint leengedjük csökkenni a nyomást a légköri nyomásra, akkor nagyon hevesen elkezd forrni a cseppfolyós nitrogén. Tehát tulajdonképpen azt látjuk, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy a cseppfolyós nitrogénnek, mint általában a folyadékoknak, a forráspontja nagyon erősen függ attól, hogy mekkora a fölötte levő nyomás, a gáznak vagy légköri nyomás. Abban az esetben, hogyha a légköri nyomásunk mondjuk tengerszintre átszámított, akkor a cseppfolyós nitrogénnek a forráspontja, jelen pillanatban most éppen forrásom van, a forráspontja mínusz 196 Celsius fok. Megnöveljük a nyomást, és ennek hatására a cseppfolyós nitrogén forráspontja az egy magasabb hőmérsékleten jönne létre, de hát ugye
addig, amíg a nyomás nagy, addig ez nem jön létre. Amikor hagyom, hogy ismét lecsökkenjen a nyomás, akkor ez elkezd forrni. Természetesen ez a kísérlet, amit megmutattam, ez fordítva is igaz. Az mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ha lecsökkentjük a cseppfolyós nitrogén fölött a nyomást, akkor a forrása az erősebb lesz. Na, ezt fogjuk megnézni közösen. Ide összekészítettem egy eszközt, amely itt van összeállítva. Ez az eszköz, ez először is van egy vákuumszivattyú. Ez a vákuumszivattyú hozzá csatolható ehhez a edényhez. Ez ugye ugyanolyan edény, mint az előző kísérletben láttuk. Tehát egy ilyen kettős falu edény. A kettős falu edény két fala között kiszivattyúzták a levegőt, és akkor tulajdonképpen ezért ez egy nagyon jó hőálló edény, hőtartó edény lesz. Tehát magyarul úgy lehet megfogni, annak ellenére, hogy benne mínusz 196 Celsius fok hideg folyadék van. Ennek ellenére meg lehet fogni az oldalát. Szerintem nagyon szépen látszik az. Én ide teszem ezt a kettőt egymás mellé, hogy ebben ugye mínusz 196 fokos cseppfolyós nitrogén van, és a kezemben tudom tartani. Ez azt jelenti, hogy a hőszigetelése zseniálisan jó. Megvárjuk azt, hogy a cseppfolyós nitrogén itt kezdjen a nagyon heves forrása abban maradni, és ide fogjuk tenni a cseppfolyós nitrogénünket, így. Jó, és most nekem csak annyit kell tenni, hogy fogom a szivattyunkat, bekapcsolom, így. A szivattyunk az most szabadon szívja a levegőt innen. Én ezt szépen ide ráteszem, így. És akkor érdemes nézni, hogy mi történik. A cseppfolyós nitrogén, nézzétek meg, mennyivel jobban forr, mint a normál légköri lészen a cseppfolyós nitrogén, és a cseppfolyós nitrogénről azt is látjuk, hogy jobban és jobban forr. Most már a forrása kezd megcsillapodni, és most várunk egy izgalmas folyamatot, a cseppfolyós nitrogén elkezd megfagyni. Tehát ez azt jelenti, hogy ennek a folyamatnak, hogy elkezdtük elszívni belőle a levegőt, lecsökkentettük fölötte a nyomást, egy olyan következménye is lett, hogy a cseppfolyós nitrogén elkezd megfagyni. Tehát egy igen érdekes hűtési módot mutattam be most ebből a kísérlettel. A cseppfolyós nitrogénnek a megfagyasztásához nem egy hidegebb, a cseppfolyós nitrogén fagyáspontjánál hidegebb anyaggal hűtöttük, hanem egyszerűen elszivattyúztuk fölőle a levegőt, a keletkező gázt, a nitrogéngázt, és ez a keletkező nitrogéngáz eltávolításával csökken a hőmérséklet. Azt hiszem, nagyon szépen látszik, hogy a cseppfolyós nitrogén az egyre jobban és jobban fagy meg. A buborékok belefagynak, tehát ilyen hószerű formátumot látunk. Egyébként nagyon érdekes, a cseppfolyós nitrogén mínusz 196 Celsius fokon folyadék, és 13 Celsius fokkal lejjebb már szilárd halmazállapotú, éppen ezért nagyon könnyedén meg lehet ezt mutatni. Most kikapcsolom a szivattyút, ez egy nagyon fontos része lesz a kísérletnek. Kikapcsolom a szivattyút, elkezd növekedni a nyomás, hiszen a keletkező folyadékból keletkező gáz még továbbra is gázt termel. Én most fogom, engedünk be normál légköri nyomásig levegőt, így szép lassan, és azt fogjuk látni, hogy a cseppfolyós nitrogénünk ebben az edényben, letörlöm az oldalát, amint ha megnézitek, nem forr. Ugye itt van a másik edényünk, mind a két edényünkre igaz, hogy a környezetből a vízpára rákerült, de azt szerintem nagyon szépen látszik, hogy az egyik edényünkben forr a cseppfolyós nitrogén, míg a másik edényünkben a cseppfolyós nitrogén nem forr. Ez azt jelenti, hogy most jóval a forráspontja mínusz 196 Celsius fok alatt van, és még kisebb darabokban látunk ilyen kezdeményeket, ahol majd megkezdene szilárdulni az anyag.
No, hát akkor szeretném megmutatni a következő kísérleteket. Még mindig maradjunk cseppfolyós nitrogénnél. Szükségünk lesz egy kis cseppfolyós nitrogénre, és két darab palackra. Az egyik palackunk, az itt látható, öntsünk bele egy kis cseppfolyós nitrogént. Beleöntöm a cseppfolyós nitrogént, így mi. És amint látjuk, a cseppfolyós nitrogénünk elkezd forrni, így mi. Ha most én fogom, ugye ezt már mindenki emlékszik rá, ha most én fogom a cseppfolyós nitrogént befogom, ennek az edénynek Lukas az alja, még az a szerencse, hogy több edényt hoztam, mert én ravasz módon készülni szoktam ezekre az előadásokra. Na tehát akkor ezt eldobjuk. Tehát akkor azt hiszem, hogy jól lehet látni, hogy abba marad a forrás. Ha hagyom, akkor megint forrásba jön. Megtehetjük azt, hogy a cseppfolyós nitrogénből keletkező gáz ne tudjon elszökni, bedugunk egy dugót. Így mi. Most egy dugó van ide betéve, ott benne egyre jobban növekszik a nyomás, növekszik és növekszik, és egyszer csak azt veszük észre, hogy a dugó az kirepül. Na nézzünk meg még egyszer pontosan, hogy hogy is lehet megmagyarázni ezt a jelenséget. Bedugom ezt a dugót, ilyenkor az történik, hogy a cseppfolyós nitrogénből gáz keletkezik. A gáz nem tud szabadon eltávozni, ezért ebben a térfogatban egyre nagyobb és nagyobb lesz a nyomás. Egy idő után akkora lesz a nyomás, hogy a dugó már nem tudja, a dugót nem tudja a súrlódás erejét bent tartani, és éppen ezért a dugót ki fogja lőni. Na nézzük meg még egyszer, és akkor most azok, akik kicsit nagyobbak, tehát már fizikát tanulnak, nekik elmondom, hogy a cseppfolyós nitrogén a környezetből hőt vesz föl, a hő az átalakul nyomássá, tehát úgy értem, hogy a hő energia átalakul nyomási energiává, ez a nyomási energia fogja ezt a dugót kilőni, tehát a nyomás fogja kilőni, és a nyomási energia révén a dugónak mozgási energiája lesz. A mozgási energiát onnan látjuk, hogy eltűnik a képből, tehát föllövődik, és gyakorlatilag, amikor a legtetején van, akkor pedig helyzeti energiája van. Tehát ebben az egy kísérletben láttunk hőenergiát. Ez a hőenergia tartja forrásban a cseppfolyós nitrogént, termel belőle rengeteg gázt. Azt is lehet tudni, hogy a cseppfolyós nitrogén fölötti térben a nyomás növekszik. A nyomás egyébként mentől nagyobb, és mennyi nagyobb az edénynek a térfogata, annál nagyobb lesz az itt tárolt energiát. Úgy is mondhatnánk, hogy a palacban tárolt energia az a nyomástól és a palac térfogatától fog függni. Az is fontos, hogy a súrlódási erőt legyőzve a kiáramló gáz nagy sebességre fogja gyorsítani a dugót, és az a nagy sebességgel pedig repülő dugó föl fog menni egész magasra, és tulajdonképpen a tanterem hőjéből végül is helyzeti energiát csinálunk a kísérlet révén. Azt hiszem, hogy ez jól látszik, úgy is van. Az a helyzet, hogy ismételjük meg a kísérletet még egyszer, most egy kicsit másképpen ezt a dugót beledugom, megfordítom, és várunk egy keveset, és azt hiszem, hogy itt az ajokból lehet látni, hogy egy elképesztő nagy sebességgel röpülő rakétát sikerült csinálni. Hát van még másik palackunk, úgyhogy ezzel is megmutatjuk a kísérletet. Igen, tehát kell egy kis cseppfolyós nitrogén a kísérletünkhöz, így mi. Teszünk bele a cseppfolyós nitrogénből egy keveset, így. Teszünk bele egy kis dugót, így. Megfordítom, várok, 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 és egyszer csak fogja magát, és elrepül a rakétánk. Természetesen, ha valaki megkérdezi, hogy a dugó mekkora sebességgel repült ki, és arról mit tudunk mondani, és mekkora sebességgel repült el a palack, arról mit tudunk mondani, nagyon izgalmas dolgokat mondhatunk, hogy amikor a palack elrepül, akkor ez egy teljesen más
jelenség. Ugye abban az esetben, amikor a dugó repül el, a dugó addig tud gyorsulni, amíg a palacból kiáramló gáz meg tudja lökni. Tehát egy távolságból már gyakorlatilag nem fogja lökni. Abban az esetben, ha megfordítjuk ezt az egészet, itt lesz a dugó fölött itt lesz a cseppfolyós nitrogén, és fölötte lesz a nagysebességű gáz. Tehát először a rakétánk hátra fogja lökni ezt a nagy tömegű dugót. Másodjára hátra fogja lökni még mindig nagy tömegű cseppfolyós nitrogént, és utána hátra fogja még lökni ezt a nem túl nagy tömegű gáz. Tehát egy 1-2-3 fokozatú rakétánk van, míg a másik esetben a cseppfolyós nitrogén végig itt marad az alján, nem is fegyel, nem is játszik szerepet, tehát csak a dugó fog elrepülni, vagyis látjuk azt, hogy a 3 fokozatú rakétánknak mekkora nagy lehetősége van, mekkora nagy különbséget fog produkálni. Most azt fogom csinálni, amit mindenki szeretne, hogy meddig lehet a cseppfolyós nitrogén rakétának a sebességét fokozni. Hát én úgy gondoltam, hogy valószínű mindenkiben fölmerül a kérdés, hogy nem olyan keveset öntünk a cseppfolyós nitrogénből az edény aljára, hanem teljesen teletöltöm cseppfolyós nitrogénnel azt az edényt, és majd ekkor fogjuk dugóval leszárni. Tehát ekkor zárjuk le dugóval, itt van a dugó, tessék figyelni, beledugom, és a dugó avval együtt, hogy át van fúrva cseppfolyós nitrogén számára egy csővel, ez fogja magát, és lesz belőle egy viszonylag nagy cseppfolyós nitrogén szökőkút. És amint láttátok, a cseppfolyós nitrogén szökőkútunkból el is tűnt az összes cseppfolyós nitrogén. Azt kell mondjam, hogy a cseppfolyós nitrogén szökőkút egy nagyon szép látvány, és arra gondoltam, hogy ha már úgyis itt vagyunk ilyen jól együtt, akkor a cseppfolyós nitrogénnel szeretnék megmutatni még egy kísérletet. A kísérletnek lesznek főszereplői, ezeket szépen hozogatom ide. Itt van a cseppfolyós nitrogénhez szükséges, van egy tápegységünk. Hát ugye ez mi, hogy jön a tápegység, meg a cseppfolyós nitrogén, ez rövidesen ki fog derülni, de minden esetre azt kell tudni, hogy itt van, én készültem, hoztam egy izzólámpát. Ez az izzólámpa egy gépjárműbe való index lámpa, és ha ezt bekapcsoljuk, akkor ez az index lámpa szerintem nagyon szépen látszik, hogy világítani fog. Na most, a következő kísérlet az lesz, hogy ezt a, láttuk, hogy ez az index lámpa világít, így. A következő az lesz, hogy eltöröm ennek a cseppfolyós ennek a lámpának a búráját. Tehát ezt az üvegbúrát fogom eltörni. Ehhez is fizikai módszert fogok használni. Elmondom azt, hogy úgy próbálkoztam nagyon sokszor, hogy megpróbáltam valahogy összeroppantani az üvegbúrát, de vagy nem sikerült az üvegbúrát összetörni, vagy olyan hirtelen áramlott be a levegő, hogy eltéptem mindig az izzószálat. Most én azt fogom csinálni, hogy van itt egy ilyen szúrólángot csináló kis szerkezetem. Megmelegítem egy ponton a lámpát, és a lámpa megmelegszik, és ki is fúj a levegő. Ide tesszük egy hidegvizes rongyhoz, mert még egy kicsit melegítünk rajta, így. Tehát azt csináljuk, hogy nagyon megmelegítjük egy ponton, és aztán hirtelen lehűtjük. Így, és ekkor tulajdonképpen a cseppfolyós nitrogénes kísérlethez már össze is van készítve. Van itt nekem egy fogóm, igen. Itt van fogó meg olló, minden készülék ahhoz, hogy innen letörjük a búrát. Tehát szépen kipiszkáljuk innen a búrát. Úgy is van. Tehát a lámpának eltávolítottuk a búráját. Az a nagy helyzet,
hogy amikor ezzel kész van az ember, akkor jöhet a, fölteheti a kérdést, hogy ha én most ezt a lámpát bekapcsolnám, vajon mennyi ideig világítana? Hát azok, akik fizikát már tanultak, bizony azt fogják mondani, hogy ennek bizony nem túlzottan sok időt adnának. Úgy is mondhatnánk, hogy ez az idő, ez egy nagyon rövid, egy villanásnyi idő lenne. Én most megtörlöm ezt a edényt, le akarom törölni róla mindazt, ami miatt nem fogjuk esetleg a kísérletet látni. Még szerencse, hogy van törlőpapírunk, elég rendes mennyiség. Kitöröljük a belsejét is, és én azt fogom tenni, hogy ezt az edényt megtöltöm cseppfolyós nitrogénnel. Azért töltöm meg cseppfolyós nitrogénnel, mert a cseppfolyós nitrogénben nincs oxigén. Vagyis ez azt jelenti, hogy mondhatom, hogy itt van a cseppfolyós nitrogénem. Ha ebbe belemártjuk ezt a lámpát, így, belemártottam a lámpát, akkor ez a lámpa ott biztosan egy olyan helyen található, ahol cseppfolyós nitrogén van és a belőle feledkező gáz, vagyis oxigénmentes környezetben van, ugyanúgy, mint a búrában. Bekapcsoljuk, és amint látjátok, a cseppfolyós nitrogénben ismét elkezd világítani a lámpa, és azt is mondhatjuk, hogy tulajdonképpen a cseppfolyós nitrogénből csináltunk egy búrát ennek a lámpának. Ameddig cseppfolyós nitrogén alatt van, addig ez a lámpa világítani fog. Nekem azért tetszik ez, mert ha jól megnézitek, akkor a buborékok olyan változó fényt produkálnak, minthogyha egy gyertya lobogása lenne. Nagyon hasonlít hozzá, nem pont ugyanolyan, de nagyon hasonlít hozzá, és azt is mondhatnánk, hogy tulajdonképpen fizikus módra óvtuk meg az izzószálnak a kiégését, tehát óvtuk meg az izzószálat a kiégéstől. No, hát én azt gondolom, hogy ha már ezt ilyen szépen láttuk, akkor egy dolog maradt hátra, nem más, mint hogy elköszönjek tőletek, hiszen véget ért a 2021. évi gyermeknapi fizika. Nézzétek meg, főleg a gyerekegyetemi hallgatóságnak mondom, hogy ide az van fölírva, hogy gyermeknapi fizika. Ezt a kifejezést kell elküldeni, amint tudjátok, e-mailben a megfelelő helyre, és hát az elköszönéshez természetesen mit is használhatnék más, mint egy kalapot, és ha valaki megkérdezi, hogy ez a kalap, ez hát hogyan lesz fizikus elköszönés, akkor nagyon egyszerű dolgunk van, én kikapcsolom ezt a lámpát, és tulajdonképpen nem maradt más hátra, mint hogy megmutassam, hogy a cseppfolyós nitrogénnek még maradt egy olyan tulajdonság, amiről sokat nem beszéltünk. Ez a kalap, ez egy nyúlszőrkalap. Nyúlszőrkalapokat úgy csinálják, hogy a nyúlnak a szőrét filcelik. Ez azt jelenti, hogy összerakják egy ilyen sík lemezre, és addig ütögetik, amíg azok úgy össze nem tapadnak, hogy egy ilyen szövetszerű keletkezik. Ez a kalap egyébként olyan, hogyha a férfi ember a fejére veszi esőben, akkor ebből nem fog a fejére víz kerülni, hiszen a nyúlszőrkalapról szépen le fog peregni a víz. Ez mind azért van, mert a víz molekulái nem sokkal kisebbek, vagy nagyobbak, mint a cseppfolyós nitrogéné, de egy dolog biztos, hogy ők csoportosan viselkednek, úgy is mondhatnánk, hogy klaszterekbe rendeződnek. Ezek a klaszterek 80, 60, 80, 100 vízmolekulából állnak, és ezek a vízmolekulák együttesen nagyobbak annál, hogy át tudjanak menni ezen a nyúlszőrkalapon. A cseppfolyós nitrogénben csak nitrogénmolekulák vannak. Ez azt jelenti, hogy ezek a nitrogénmolekulák nagyságrenddel kisebbek lesznek, mint a cseppfolyós vízben levő klaszterek mérete. Persze ezt most be is kéne nekem bizonyítani, mind amiről beszéltem. De hát nézzétek meg, hogyha beleöntöm ezt a cseppfolyós nitrogént ebbe a kalapba, akkor pillanatokon belül átfolyik a kalapon a cseppfolyós nitrogén, és amikor átfolyott, akkor a cseppfolyós nitrogéntől nem lesz nedves a kalap,
Így hát már tényleg alkalmas lesz arra, hogy elköszönjek, megköszönjem a figyelmeteket, boldog gyermeknapot kívánok, mármint ami ez a pár óra hátra van. Sziasztok, viszontlátásra!